Hát igazából mindenki aludva este volt, és ugye arra ébredtünk páran fel, hogy ütközött a busz. És igazából mindenki más mond a hírekben, nem tudjuk, nem miért ütközött a busz. Már csak arra ébredtünk fel, hogy nagyon nagy ütközött, aki elölült jobb oldalt, az igazából nem valószínűleg túlélte, elölaltak meg a legtöbben. Szerencsére hátul, akik hátul ültek, ott kisebb, nagyobb sérüléseket tudtak jönni, és igazából már 3 perc alatt a busz összeégett, és akinek volt annyira, hogy kimenjen, az ki tudott menni. Ugye előről terjedt jobban a tűz, hátul is elvileg kigyulladtak a kerekek, és hát valaki kiütötte az ablakot, valaki kivászott, és hát pár barátunk sem meg rászakadt a tető, úgyhogy igazából nem nagyon tudtam kimenteni senki, aki visszamentő se tudt, nem volt rá idő semmire. És neked hogy sikerült kiszabadulni az időbuszról? Hát, ugye felébredtem, és rám speciál dalszak rá szorult az ülés, és megvártam, hogy mindenki elment mellettem, meg gyorsan kifutottak, aztán az volt a szerencse, hogy még a ki tudtam menni az ajtóm, ami már igazából láng volt, és én is majdnem megjegytem, aki utánam jött ki, az már nehezebben tudott kijutni. Úgyhogy hát igazából nem, én hát megfordult a fejbe, hogy megállok, de igazából nem nagyon tudtam gondolkodni, csak kifutni az ajtón. Te mikor érkeztél haza? Hát én tegnap este 10 után értem haza. És milyen sérüléseid vannak? Hát van pár felszíni sérülésem, meg inkább az ütközést ugye bevertem sok mindenre. És hát nyilván nem ez számít, mert voltak, akik jobban megsérültek. Én viszonylag könnyebben sérültem meg. Igen. Most itt vagyunk a megemlékezés helyszínén. Mi következik a nap további részében? Mondtad, hogy mész vissza az iskolába. Megyünk, és mondom, ma is megbeszéljük a dolgokat, mert mi is csak most találkoztunk a többiekkel is. Nem csak mi vesztettünk el barátokat, hanem mások is. Nagyon szépen köszönöm.